Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Hétvégi szerelmi jóslás március 21-ig. Péntek. Ez a hármas kártya kombináció mutatja azt, mi várható a pénteki napon. A felső kártya mutatja ezt a hintót, ami arra utal, itt lesz mozgás. Persze ez lehet sport vagy autó is, de jelenti a változásokat. Fontos, hogy vedd kezedbe a dolgokat és irányítsd az eseményeket. Két lehetőség van. Vagy a fehér lót követed, akkor ez egy egyenes út, és eléred a célodat. Amennyiben a fekete lóra tekintesz, és visszafele nézel a múltba, akkor az lelassítja az eseményeket. Alatta van ez a lovas férfi, tehát valami vagy valaki közeledik hozzád, de nem lehet tudni, hogy mit akar ez a személy, mert ott van a páncél, és nem látjuk az arcát. A harmadik kép pedig arra utal, hogy vedd te kezedbe a dolgokat, és ügyelj az anyagiakra, mert ez az arany érem utal pénzre, vagy a munkahelyedre. Itt lehet most egy munkahelyi változás. Ez a lovas férfi, akinek az arcát nem látjuk, az lehet egy támadás is a munkahelyen. Lehet egy férfi, de lehet egy nő is. Ahogy ez a királynő mutatja, ügyelj az anyagiakra, az értékekre, vedd kezedbe a dolgokat, és ezek az értékek lehetnek belső értékek is, ne hagyd, hogy mások megsértsenek téged. Amire oda kellene figyelni, az a nyuszi a királynő mellett, mert az mutatja a szaporodást. Itt értékekről van szó, nyereményekről, higgy ebben, és az a fontos, hogy te irányítsd a dolgokat. Amennyiben párkapcsolatról van szó, akkor ez a kombináció azt jelenti számodra, hogy te irányítsd a dolgokat, légy annak tudatában, hogy te értékes vagy, vagy ez a párkapcsolat, ez a szerelem értékes számodra, és ne hagyd, hogy mások beleavatkozzanak a dolgokba. És most megtekintjük a szombati napot. Itt ezen a képen láthatjuk a sorsunk kerekét. Az mindig olyan irányba mozog, ahova mi tekintünk. Természetesen van egy terv, egy sorsterv, ami a csillagokban is áll, vagy az Akasha krónikában. Tehát van egy aranyút, amit a lelkünk kiválasztott, és ha mi a belső hangunkra hallgatunk, akkor ezen az úton megyünk. De vannak más utak is, ezt mi döntjük el, és ahogy mondtam, ez mindig oda vezet, ahova mi tekintünk. És mi most aktuális? Melyik téma? Azt mutatja a harmadik kártya, ez a szerelmes pár. Tehát a párkapcsolat áll most a középpontban. De hogy érjük ezt el? Jó irányban mozgunk, igen vagy nem? Azt a második kép mutatja, ez a férfi a botokkal. És ez azt jelenti, hogy egy bot van a kezében, és ezzel védi magát. Ez lehet a lelkitársatok is, vagy azt is mutathatja ez a kártya, hogy legyen meg ez a tartásod, védd magad mások ellen. Mert a botok ott előtted,
TED ezek a külső hatásokra utal. És te döntöd el, hogy kinek nyitod ki ezt az ajtót, vagy ki előtt zárod be, ki milyen hatással van rád, vagy hogy hatnak a párkapcsolatra. És itt fontos döntésekről van szó. Persze, ez a második kép utalhat a lelki társadra is, hol nyitott, hol zárkózott, nem lehet tudni, hogy mit akar, de mégis bíz abban, hogy a sors kerék elvisz téged eddig, amit a harmadik kártya mutat, ez a szerelmi kapcsolatra utal. És most megtekintjük azt, hogy mi történik a vasárnapi napon. A felső kép arra utal, hogy vagy te gondolod úgy, hogy minden a feje tetejére állt, és úgy érzed, hogy elveszítetted a talajt a lábad alól, vagy ő gondolja azt, hogy minden a feje tetejére állt, és most nincs kiút. Itt vannak korlátozások, és erre utal a harmadik kártya, a 9-es szám, és ezek a botok. De visszatérve az első kártyára, mi ezt meg tudjuk fordítani, és akkor másképp néz ki a helyzet. Én most egyszerűen megfordítottam ezt a kártyát, és láthatod, hogy más a helyzet. Valamit másképp kellene megtekinteni. És így érezhető ez a könnyűség, van egy megoldás, van egy kiút, és ahogy a képen látható is, a lába megérinti a földet. Tehát megint meg lesz a biztonság érzete. Erre utal a királynő is, mert ez a királynő uralkodik a víz eleme felett, és a víz eleme utal érzelmekre. Most nagyon fontos, hogy áttegyük magunkat a félelmeken. És mi erre hajlamosak vagyunk, mi hölgyek, de ami a lelkitársunkat illeti, ő még mindig ott szorongva tartja ezt a botot, és vannak korlátozások, vagy ő úgy érzi, hogy mások korlátozzák őt. Fél valamitől, és ez olyan előtte, mint egy kerítés, és nem tudja áttenni magát ezen a kerítésen. Holott ez lenne fontos, mert a 9-es szám után következik a 10-es szám, ami egy új kezdetre utalna. Te ehhez neki, ennek a férfinek valamit tennie kell. Ahogy én gondolom, ez a férfi a te lelki társad. Az a bot, ami a kezében van, az kivirágzik. Tehát ő tudna cselekedni, de fél valamitől. Vagy a külső hatásoktól, vagy a múltja tartja őt még fogva, és emiatt olyan, mintha megbénult volna. Óvatos, várakozó, nem tudja, hogy mit tegyen, holott megvannak a lehetőségek, amit te érzel is. Erre utal ez a királynő. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Amire még felhívnám a figyelmet, március 20-án eléri a nap a tavaszi pontot, és ettől a naptól kezdve hosszabbak lesznek a napok, a természet kivirágzik, számunkra
ez egy jó időpont valami újat kezdeni. Azon kívül ezen a napon a hold csomón áll, mégpedig a felfele haladó hold csomón, ami egy új utat, egy új irányt, egy új lehetőséget szimbolizál. Van négy királyi csillag. Ehhez tartozik Aldebarán. És ezen a napon Aldebarán besugározza a holdat. Tehát Aldebarán hatása alatt állunk. Valami tisztázódik. Vagy odafigyelünk valamire, ami fontos számunkra. Azon kívül Aldebarán úgy ismert, mint aki vezet bennünket egy új úton, amit még nem ismerünk. És itt segít abban, hogy kinyissuk a szemünket, lássunk valamit, és ezek a lehetőségek. Azon kívül március 20-án nyílik egy égi kapu a plejádok felé a maja naptár szerint. A Facebook oldalamon minden nap beszámolok erről a maja naptárból. Örülök annak, ha meglátogattok a Facebook oldalamon. Ezen a napon, tehát tavasz kezdetén tartok a férjemmel együtt egy rituált, este 10 órakor kezdődik, és mint egy ilyen energiai mérleg a díjam ennél a részvételnél 3500 forint. Megvan arra a lehetőség, hogy jelentkezzetek erre a rituálra. Az a cél, hogy legyen egy új kezdet, egy új irány, egy új lehetőség. De ti is tarthattok otthon egy szertartás így a tavasz kezdetén, hogy minden jóra forduljon. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!